ezt az egyszerű kísérletet. Dominik, megmutatod a kamerának, hogy mi van a kezedbe. Ólom. Igen, és hozzá egy csipesz. Csipesz. Ami mit segít? Hogy ne égessen meg a kezed. Így van, hogy ne forrósodjon át a kezed. És akkor mellette egy ilyen gázégőt láthatunk. Itt alul van a gázpalac. Ezt az eszközt, tehát bádolósok szokták használni. És azért érdekes, mert ugye ennél a szabályzóval különböző erős gázláng nyelvet tudunk előállítani. Oldalt láthatjátok a lukakat, vagy itt mutatjuk a kamerának is, és ezeken a lukakon a beáramló levegő összekeveredve innen a palacból kiáramló gázzal olyan gázkeveréket alkot, ami hát elég magas hőmérsékletet tud biztosítani. Majd aztán, hogy milyen magas hőmérsékletet, azt meglátjuk mindjárt, azt úgy lehet beindítani, hogy megnyitjuk, jó, csöndben legyetek, akkor halljátok a kiállom a gázt is. Néha így hajlamos meglódulni. Jobb öngyújtóval beindítani, mint mutatjuk így a kamerának is a gázlángot. És akkor ezt odaadom neked, próbáld megolvasztani az ómat, úgyhogy oda belecsöpögél, jó? Nyugodtan bátran fogd meg. Csak ne túl magasról, így van. Úgyhogy a kamera is szépen lássa. Látjátok szépen, az mindig a szélét próbáld megcélozni. Gyönyörűen belecsopog az ólom. Az elején, jó, az összes, nem kell megolvasztani, elég az. Jó. Akkor ezt egyszer láttátok, ügyesen akkor ezt tedd le. Jó. Nyugodtan veled a csipeszből, akkor fogd meg ezt a másik ólomdarabot. Azt fogd meg a végénél. Ez egy vastagabb ólomdarab. Ezt odaadom, és akkor próbáljuk most látványosan a kamerának úgy megcsinálni, hogy nem baj az, hogy próbáld úgy megolvasztani, hogy itt középen belesen az egész darab, és itt olvadjon meg. Lássuk, hogy ezért milyen szépen működik ez a pohár fölött, jó? Jó, középen olvasszuk, ez az. Nagyon jó megy neked. Próbálj egy kicsit jobban ráközelíteni, ez az, na, jó lesz. Szépen egyébként látszik közelről, most indult meg az olvadás, és úgy el fogja vékonyítani, hogy puff, beleesett, ügyes lesz. Ja, na, tapsult meg, nem ilyen ügyesen. Ne ülj le! Vagy gyerekek, ki akar még a Dominik helyet már szerepelni a videón? Jó, ki nem volt még ki, de én nem voltam. Jó, akkor köszönjük Dominik, búcsúzz el a kamerától. Jó, köszi. Jó, ki lesz a másik?